ez örökre megváltoztatta a rally sportot és a vezetést. Német, nagyon erős, ez az Audi Quattro. A rally világában beszélünk a Quattro előtti és a Quattro utáni időszakról. Világos, nem? Ez az autósport Einsteinje. A négykerék meghajtású kocsik 1981-ben jelentek meg a versenypályán, és egyik pillanatról a másikra elhomályosították elődeiket. Atomcsapás. Olyan volt, mint amikor megépítették az első 20 emeletes házat, miközben mások még arra se jöttek rá, hogyan lehetne egy emeletesnél nagyobbat építeni. Pedig az ötlet nagyon egyszerű. Fogja az ember a négykerék meghajtású terepjáró technológiát, és beteszi egy hétköznapi autóba. Így a motor mind a négy kereket meghajtja, és a kocsi jobban húz, ami miatt gyorsabban veszi be a kanyart, és gyorsabban tud haladni a versenypályán. Ezért több győzelmet arat. De akkor miért nem csinálták ezt már korábban is? Na, miért? Mert mindenki úgy vélte, a négykerék meghajtás olyan súlytöbletet jelent, hogy a kocsi esélytelenné válik. Az autógyártók olyan bolondságnak tartották, mint dinamitot adni egy majom kezébe. Kezdetben mindenki röhögött az Audi, mert lehetetlennek tartották a dolgot. Mert hát nagyon bonyolult és nagyon nehéz, tehát versenyképtelen. Már akkor alkalmazták a négykerék meghajtást, amikor még mindenki más azt mondta, hogy ez túl bonyolult. De az Audi belevágott. Először csökkentették a négykerék meghajtás jelentette súlyt, és a karosszéria súlyát is a minimumra szorították le. Ezután, hogy tényleg biztosra menjenek, és a plusz súly ne jelentsen gondot, bevetették az első turbófeltöltős rally motort. Az Audi a négykerék meghajtással javított a tempón, a fékhatáson és a kanyarodáson, és rátett még 100 lóerőt egy olyan turbófeltöltős motorral, amilyen akkor még másoknak nem volt. Persze minden előrelépés némi hátránnyal jár együtt. Változtatni kellett a vezetési stíluson. Beletelt vagy két versenybe, amíg hozzászoktam a négykerék meghajtáshoz, a motor erejéhez, és ahhoz, hogy szinte lassítás nélkül be lehet venni a kanyarokat. Na nézzük az elsőségi listát, az első négykerék meghajtás, az első turbomotor, és az első versenyt meg is nyeri. De ez még nem volt elég, mert költőien szólva új formát, nőies idomokat is adtak a versenynek. Megjelent a színen Michel Mouton. Egy nő a volánnál? És mi van a gyerekekkel? Nagyon ment neki. Mi? Illet a sisak a retikülhöz? Iszonyú sikeres volt. Nagyon jó pilóta. Mindjárt meg voltunk döbbenve, hiszen megnyerte a rally világbajnokságot. Hozzá kell tennünk, hogy a női pilóták bevetése nem pusztán marketingfogás volt az Audi részéről. Nem, ez már egyfajta hitvallás volt. A Quattro akárcsak a pilótája nem a külsőségekről, az előítéletekről, hanem a teljesítményről szólt. Én mérnök vagyok. És számomra az volt a legfontosabb, hogy megépítsünk egy nagyon gyors, versenyképes kocsit, úgyhogy bocsánat, de baromira nem érdekelt, hogy hogyan néz ki ez az autó. De az embereknek még ez a furcsa külső is tetszett. Hogy szépe? Agresszíven elegáns. És a hatása máig él. Ezek mesés autók, és mára már a teljesítmény és a négykerék meghajtás a valóban jelentős típusoknál egybefort. Az Audi Quattro. Férfiak és nők egyaránt vezetik. Forradalmi négykerék meghajtás és olyan külső, amely máig modern. És az első rally versenyen induló turbomotorral szinte mindent meg is nyert. Vödörszám kapta a díjakat, így szerintünk ez a legjobb rally autó. A magyar változatot a Mafilm Audio Kft. Készítette.